Minden irodában kicserélték a régi villogó neoncsöveket korszerű ledes világításra, de nem csak itt az irodaépületben, hanem a raktárunkban is. Csönge Attila igazgató mutatja stábunknak a kutatóterembe felszerelt új világítótesteket. A régóta óhajtott korszerűsítés az országos, központi költségvetésből valósulhatott meg. Tehát, hogy a magyar nemzeti levéltár kapott a minisztériumtól eh, ingatlanfejlesztésre is fordítható keretösszeget és Ebből Nagykon szólnak megyébe, és konkrétan ide szólnokra is jutott, amiből két dolgot valósítottunk most meg. Egyrészt az elektromos hálózatunknak a, a világító testjeit cserélték le, ami nem csak a komfort miatt fontos. Ez levéltári szempontból egyébként azért érdekes, mert ezek a ledes világító testek már nem uv bocsájtanak ki, hanem, hanem uv világítást ö, biztosítanak, és ez az iratok állag megóvása szempontjából is érdekes. Korszerű biztonsági nyílászárókra cserélték a kutatóterem ablakait, így az itt-ott még látható rácsok nagy része is fölöslegessé vált. Érintette a beruházás a belső udvar járó felületeit is. A falak mentén már nem kell visszafolyó csapadékvíztől tartani, a viakolor burkolata garancia erre. A levéltárban a munkálatokkal egy időben zavartalanul folyt és folyik a tudományos tevékenység. Jelenleg egy ö, ö, olyan fejlesztésen dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltár országosan is, amiben nyilván mi is részt veszünk hogy a raktári nyilvántartásainkat töltjük föl egy internetes adatbázisba. Ez most még folyamatos feltöltés alatt áll, mert ez, ez több mint egy éves munka, tehát hogy ez egy óriási vállalkozás, amelynek végeredményeként valamikor jövőre már az interneten is le lehet adni a különböző kutatói kéréseket, egy egységes felületen lehet majd böngészni, hogy melyik irat, hol, melyik levéltárban található meg.